Nagyon jó hangulat. Gondolom, hogy most, hogy nyerünk a Magyar Liga is, ez adja nekünk nagyon biztonság és boldogság is. Gondolom, hogy várunk ez a hétvégén, várunk, hogy jó fog sikerülni nekünk, és remélem fogunk jól játszani is. Minden Final Four különleges, soha nem unalmas. Mindig nekem van motiváció, hogy nyerünk meg egyet. Tavaly nem tudom, hogy sok sérülés, most más éreztünk, most már komplettebb van a csapat. Atmoszféra gondolom, hogy ugyanaz, hiszünk egy másik. Jó érzem, gondolom, hogy jó lesz is a hétvégén. Nagyon sok néző lesz, és nagyon jó hangulat, tehát ez az, amire nem tud felkészülni az ember, hisz kimész a pályára, és akkor hidegrázás van. Azt gondolom, hogy tényleg a tudásod legjavát kell kivinni a pályára, és csak arra kell koncentrálnod, hogy aznap tényleg a életed legjobb döntéseit hozd, és én mindig is így álltam neki, szerintem a többiek is. Most is erre fogunk odafigyelni, én is, hogy ez alatt a két nap alatt itt minden pillanat számít, és remélhetőleg a legfrissebben érkezzünk meg arra a mérkőzésre. Kicsi special lesz nekem azért, hogyha múlt Final Four-ban, meg pont a Final Four előtt sérültem, és nem tudtam a pályán lenni csajokkal, szóval én már nagyon várok. Érdekesebb lesz azért, hogy két új csapat van a Final Four-ban, szóval kicsi más játék, meg meccsekek tudunk várni a hétvégén. A legfontosabb az, hogy mint a csapat segítsünk egymás, ha valakinek rossz pillanatban van, akkor hogy húzzunk kicsit fel. Bízom abban, hogy mindenki tényleg a legjobb játékát fogja nyújtani, és hát utána, ami nagyon fontos, az a gyors regeneráció, és akkor mindenféle odafigyelés, ami mérkőzések után van, az, ami legfontosabb, a többi az úgyis jönni fog magától. A Final Four-on teljesen más játékot fog játszani szerintem a Vipers-t, és nem taktikailag gondolok, hanem tényleg más, hogy azért más egy Final Four-on játszani, mint egy csoport mérkőzésem. Csak arra kell figyelni, hogy tényleg rendesen felkészüljünk, ugyanúgy, mint hogyha nem játszottunk volna ellenük. Viszont amit ellenük jól csináltunk, azt azért meg kell tartani. Ugyanúgy készülünk az Ambrus csapat ellen is, mint hogyha egy más csapatról lenne szó. Persze azért biztos az érzések azért előjönnek, hisz azért elég sokáig itt volt nekünk edzőnk, és nagyon sikeresek voltunk vele, de amíg a pályán vagyunk, ott harc van, úgyhogy ott nagy küzdés van, előtte, utána meg barátság.